A panaszmentes lakosság csak nem fele rendelkezik valamilyen méretű és elhelyezkedésű vesekővel. A nagyobb méretű kövek eltávolítása sebészi úton történik, míg a kisebbek az úgynevezett ESVL, azaz lökéshullám kőkezeléssel is eltávolíthatók. A kezelésre való alkalmasságot urológus szakorvos állapítja meg, aki a megfelelő vizsgálatok után a teljesen ingyenes ESVL beavatkozásra küldi a veseköves beteget, mely november 9-től a 60-i Albert Schweitzer kórházban is elérhető. Az ESVL, azaz a lökéshullám kőkezelés, az elmúlt évtized egyik legjelentősebb vívmánya. Lényege, hogy a külső keltésű, nagy energiájú lökéshullámmal a vesekövet folyamatos impulzusokkal széttörik. A fájdalommentes veseközúzás gyakorlatilag azért az a típusú megoldásaiban egy extrakorporális lökéshullámmal megpróbálják a szakemberek a veseköveket apróbb darabokra zúzni, és ezáltal a természetes ügyutakon kiürüljön ez a törmelék. Természetesen annyiban azért nem teljesen fájdalommentes, hogy minden olyan vesekőrítés, ami a ügyutakon keresztül történik, valamilyen pici kis fájdalommal járhat, de természetesen ez lényegesen kisebb és elviselhető beteg számára, éppen ezért egynapos ellátásként is elvégezhet ez a beavatkozás. Mennyire elterjedt ez a megoldás ma már Magyarországon, vagy akár Európában? Azt gondolom, hogy ez egy elterjedt megoldás. Nekünk az a jó benne, hogy az eddig is ellátott betegeinket most már helyben tudjuk gyakorlatilag itt a saját kórházunkban ellátni, és azt gondolom, hogy a környékbeli betegeknek ez egy óriási megkönnyebbülés, és hogy itt most már 60-ban is elérhető ez az ellátás. A vesebetegek mindegy 90%-ánál alkalmazható az ESVL kezelés, melynek további előnye a rendkívül rövid gyógyulási idő. A 60-i kórházban vesekőzúzást végző AAMED Kft. Évente mintegy 2000 kezelést végez Magyarország egyik legkorszerűbb ultrahang és röntgenvezérelt berendezésével. Ez fájdalommentes ez a kezelés, vesekövet kezelünk ESVL-lel, ez ultrahanggal és röntgenvezérléssel történik. A beteg nem kap érzéstelenítést, nincs vágás, ez teljesen egy műtét nélküli beavatkozás. A beavatkozás alatt a kőből homok lesz. Van egy asztalunk, ahová lefekszik a páciens, van két monitorunk, ahol tudjuk nézni ugye a beállításokat, és van az ultrahang, amikor megkeressük ultrahanggal vagy röntgennel a követ. A beavatkozás fájdalommentes, az esetek nagy százalékában semmilyen érzéstelenítést nem igényel, és csupán 20 percet vesz igénybe. Hát annak örülök, hogy nem fog fájni. Van innikén fájdalmam, elég itt a térdeimet, a kis elég a fajnak, nem még ez is. Az urológus szakorvos, főorvos dönti azt el, hogy ESVL kezelés vagy műtéti megoldás, de az a tapasztalatunk, hogy inkább az ESVL kezelést válasszák az urológus főorvosok. Itt különböző protokollnak teszik ki a betegeket, gyógyszereket megkérdeznek, milyen gyógyszereket szednek a páciensek, a kő mérete, mekkora a kőnek a mérete, és akkor az urológus szakorvos ennek alapján dönti el, hogy alkalmas vagy nem. A kezelés szerdánként vehető igénybe a 60-i Albert Schweitzer kórház első emeletén, melyre kizárólag urológiai szakorvosi vizsgálatot követően beutaló birtokában lehet bejelentkezni.